Kezeiket csókolom a hölgyeknek, szép jó napot kívánok az uraknak. Életemben talán először izgulok, ugyanis olvastam azt a történetet, amikor a nagyvilággal megpróbálták tudatni, mit jelent az, hogy E egyenlő M-szer C négyzet. Bizonyára nagyon sokan tetszenek ismerni ezt a képletet. Ez annyit fed, hogy ha az anyagot fölgyorsítjuk, energia lesz belőle, és hogyha az energiát lelassítjuk, akkor anyag lesz belőle. Ugye ez az einsteini képlet, és nem titok, körülbelül 10-20 évig a közvéleménytől próbálták titkolni, mert úgy gondolták, valami olyan robbanás jön, hogyha ezt megtudják az emberek, aminek beláthatatlan következményei lesznek. Aztán eltelt az a 10-20 év, és már nem lehetett tovább ezeket a dolgokat az emberek elől titkolni, és közzétették, és várták, mi lesz a hatás. Mit tetszene gondolni, mi lett a hatása? Az égvilágon semmi. Ugyanis az emberek egyszerűen nem tudták fölfogni a materialista világba, hogy valójában minden anyag energiával behelyettesíthető, és az energiák, ha lelassulnak, anyag lesz belőlük. Eltelt azóta több mint 100 esztendő, és egy új világkapuját szeretném önöknek megmutatni. Azért bátorkodom erre, mert nem csak beszélni fogok erről, hanem ezt az új világot meg is tudjuk mérni. És hogy hova fogunk kiukadni a mai előadás végén, engedjenek meg csak annyit előjáróban, hogy az E egyenlő M-szer C négyzet képletből hiányzik egy apróság. Mégpedig ez az apróság nem más, mint az I, azaz az információ, ami megmondja, hogy az energiából milyen anyag legyen. Tehát eddig tudtuk, hogy az energiából lesz valami anyag, de hogy milyen anyag legyen, azt nem tartalmazza a képlet. Ennek fogunk ma egy kicsit utána járni, egy különös úton, a gyógyítás útján. A növények, az állatok és az ember reagál egy nagyon különös jelenségre, az információkra, de ezek az információk annyira finom dolgok, hogyha mi zavarmezőben élünk, és olyan táplálékokat eszünk, amelyek megzavarnak bennünket, és most értsük ez alatt a növényeket, állatokat, embereket, akkor ezek a végtelen finom információk bizony nem nagyon tudnak ránk hatni. Ezért, hogy elérjünk oda, hogy működjenek, jól működjenek ezek a tiszta információk, a tudati információk, amiről nagyon sokat hallottak már, rendet kell magunk körül és magunkban tenni. Nagyon sok információ ér bennünket. Az ember sokszor nem tudja, hova kapja a fejét, hova kapja a lelkét, mit vegyen komolyan, mit ne, mi az igaz és mi nem. A világ legnagyobb kérdése egyébként, hogy különbséget tudjunk tenni. Valós és valótlan, igaz és hamis dolgok között. Ahhoz, hogy mi másképpen tudjuk szemlélni, érezni a mai világot, a gondolkodásunkat meg kell, hogy változtassuk. Úgy gondolom, akik itt vannak, már mind emellett tették le a voksot, hogy egy gondolati váltáson átmenjenek. Egy rövid kis filmrészletet hoztam, ahol Ötvös Lóránt nyilatkozott arról, hogy ő visszanyúlt a középkorba, egész pontosan elővette a középkorból a varázsvesszőt, és azt nem imádsággal, hanem tudományos módon megkérte, hogy segítsen neki abba, hogy belelásson olyan mélységekbe, ahová egyetlen fúró sem ért le. Belelásson azokba a világokba, amelyekbe tudományos eszközökkel nem lehet belelátni, és megalkotta az ötvös ingát. Az ötvös ingáról tudni kell azt, hogy a párizsi világkiállításon az 1900-as évek elején első helyezést hozott el, és
a világ minden nagy földgáz érzlelő helyét, olajmezejét ezzel a bizonyos ötvös iggával mérték föl. Mindenki nagyon jól ismeri a meghajlított vesszőt, a varázsvesszőt, ennek egy finomított, tudományos változatát készített el, és újabb 100-110 évet kellett várni, míg ennek a varázsvesszőnek, amit, ha lehet úgy mondani, szellemi erők működtetnek, el tudjuk készíteni az elektronikus változatát, ez lett a Matrix Drops Computer. Olyan régiókba lát bele, amibe eddig egyetlen mérőeszköz nem tudott belelátni. Kellemes jó érzés, amikor egy-egy hollywoodi filmben is megláthatjuk ezt a mérőeszközt, amiről nagyon sokáig azt mondták, hogy lári-fári, ilyen valótlan dolgokat mérnek ezek az emberek, csak az volt a különös, hogy a sivatagokban kutakat jelöltek ki ezekkel a mérőpálcákkal, Dallasban olajmezőket jelöltek ki, tehát ezeket a mérőpálcákat olyan válaszokra lehetett bírni, amire egyetlen addigi műszer nem volt képes. Ezzel a mérőpálcával mérhetjük az emberi aurát is, sőt, az aurákat is, és ma már létezik egy olyan komputer, egy olyan berendezés, a Matrix Drops komputer, amely megmutatja azt, hogyha egy emberen geopatikus földsugárzás van, Hartmann-zóna vagy vízér. Mondja a tudományos világ, csak az létezik, ami mérhető. Mindnyájan nagyon jól tetszenek tudni, hogy a Földet behálózzák vízerek, hiszen ha nem lenne víz, nem lenne élet a Földön, és behálózzák Hartmann-zónák. Ezeket a zónákat föl kell, hogy tárjuk, mert több ezer éves megfigyelés, hogyha valaki ilyen földsugárzás felé fekszik, akkor bizony megbetegszik. Hajszál pontosan azt is lehet tudni, hogy ha valakinek például csak a feje van ilyen földsugárzásban, milyen problémái lesznek. Itt ugye a fejfájástól a szem-fül problémákig, a nyak merevedésig, pontosan tudjuk, hogy milyen betegségek jönnek előbb vagy utóbb elő. Valakinél 2-3 hónap után, valakinél 3-4 év után, de olyan még nem volt, hogy valaki egy geopatikus zóna fölött feküdjön és ne legyen semmi baja. Én több mint 100 000 embert vizsgáltam meg, egyetlen esetben nem találtam kivételt. Mindig ott voltak a problémák, ahol az illető földsugárzás fölött feküdt. Egy nagyon komoly térképrendszert állítottam össze a tapasztalataim alapján, ezt úgy szoktuk mondani empirikusan. Nem olvasott tudásról tetszenek itt most hallani, hanem arról, amit megtapasztaltunk. Krónikus problémák hátterébe, gyulladásos betegségek hátterébe mindig a Hartmann-zónákat találtuk meg. És van egy ettől egy kicsit még erősebb sugárzás, amikor két zóna találkozik egy emberen. Egyetlen olyan szívinfarktusos beteggel nem találkoztunk, akinél ne két Hartmann-zóna találkozott volna mellkasi tájon. Minden infarktusos betegnél ez van a háttérben. Megmentik egyszer-kétszer az életüket, de amikor harmadszor, negyedszer jön egy infarktus, már nem lehet rajtuk segíteni. Milyen jó lenne, hogyha valaki a fülükbe súgná, ne feküdjön vissza a régi fekhelyére. Van egy kicsikét, még ettől is erősebb földsugárzás, ez a föld alatt futó vízereknek a sugárzása, amely már jelentősebben rombolja az aurát, és talán a legkeményebb sugárzás, amikor egy vízér és egy Hartmann-zóna találkozása felé fekszik valaki, kilukad az aurája, egy energia örvénybe kerül, és 2-3, maximum 4 év múlva bekövetkezik a rákos megbetegedés, és mindig azon a helyen, ahol a vízér Hartmann-zóna csomópont az emberi test alatt elhelyezkedik. Ha lehet úgy mondani, a gyógyíthatatlan betegségeknek tűnő dolgoknak, ez az A betűje. Ha valaki jó helyre fekszik, a betegségek több mint 90%-át kikerülte.
A második nagyon fontos pont a gerincünk állapota, hogyha valakinél egy kerescsont elmozdulás van, abból bizony jönnek a további csigoly elmozdulások, és tudjuk nagyon jól, hogy a csigolyák idegszálakat idegeznek be, tehát ha valahol egy csigolya elmozdul, a idegszáli beidegződésbe is zavar lesz, és a szervek már nem kapják meg a megfelelő vezérlést. Ezért elképzelhetetlennek tartom egy problémát, egy beteget úgy meggyógyítani, hogy a gerincét ne hozzuk helyre. Itt ne csak mechanikára tessenek gondolni, meg arra, hogy beállt a nyakam, vagy fáj a derekam. Minden csigolya belső szervi beidegzéssel is rendelkezik. Végtelen fontos, hogy a gerincünket is helyrehozzuk. Ezt nevezném a protokoll második pontjának. És lássuk, mik az ezt követő nagyon fontos dolgok. Még mindig csak zavarmezőkről beszélünk. Ezelőtt 40-50 évvel nem beszéltünk nehézfémekről. A kémikusok tudták, meg fizikusok, hogy vannak ilyenek, de ma már sajnos több kiló is felhalmozódik egy-egy emberben. 9-10 éves kisgyerekeket hoznak olyan hasi problémákkal, olyan izom problémákkal, ami orvosilag megoldhatatlannak tűnik, már annyi a nehézfém a gyermekekben. Képzeljük el egy felnőttben, mennyi ólom, mennyi higany, mennyi cink, mennyi alumínium halmozódik föl. A világ első berendezése, amivel a nehézfém túlterhelést ki tudjuk mutatni, mint a felismerés alapján, ez a Matrix Drops Computer. És kidolgoztunk egy olyan információs terméket, amelyet, ha közlünk az emberi tudattal, képes a szervezet kiüríteni magából ezeket a bizonyos nehézfémeket. Mert itt bizonyára már tetszenek érteni, hogy egy olyan dolgot kell csinálnunk, amit még soha senki nem tudott megoldani. Itt valójában néhány nehézfémet dematerializálnunk kell. Na most csak azt tud anyagból energiát csinálni, aki tud energiából anyagot csinálni. És ha most elővennénk az einsteini képletet, azt mondanánk, igen, itt a kulcs. Hát csak úgy félig meddig, mert hiányzik valami belőle. Milyen anyagot akarok materializálni, és milyen anyagot akarok dematerializálni. És ez maga az információ. Nagyon oda kell figyelnünk a gyógyszerekre, oltásokra. Nem titok, hogy ezeket sokszor életmentő kis ampulácskákat tartósítókkal látják el. Ezek a tartósítók sokszor a higany, a timeroszál, nehéz fémek, és ha egyszer belénk került, hát onnan nem jön ki. A szervezetnek nincs olyan képesség, hogy kidobja magából a nehéz fémeket. Nem erre lettünk meggyártva. Ez egy olyan civilizációs probléma, most tessenek jól érteni, amire még a jó Isten se gondolt az ember megteremtésekor. Egy olyan új dolog. De ha nem oldjuk meg, akkor katasztrofális hatásai lehetnek, és már vannak is. Ahhoz, hogy fölismerjük a szervezetben lévő baktériumokat, vírusokat, gombákat, élősködőket, kókuszokat, szintén egy mintafelismerő rendszert használunk, a komputer pontosan kimutatja ezeket a terheléseket, vagy úgy is mondhatom, potyautasokat az emberi szervezetben. Az emberi genomvizsgálat nagyon magas szintre ért, ma már tudják, hogy kinek lesz zöld szeme, kék szeme, hosszú haja, szív problémája, nagyon sok mindent megmutatnak a génekből, de tessék elképzelni, a legnagyobb genetikusok arról beszélnek, hogy az emberi genomban, a humán genomban túlnyomó részt az őseinkbe és belénk beépült vírusok adják. Magyarul, hogyha megnézzük az emberi genomot, van néhány humán genom, de nagyrészt pedig beépült vírus, amit generációkon keresztül hordunk magunkba.
Ezért nagyon fontos, hogy azokat a vírusokat fölismerjük, amelyek folyamatosan terhelik az emberi szervezetet. És itt most csak dióhéjba jegyeznék meg néhányat, ilyen például a humán papilloma vírus, ilyen az Epstein-Barr vírus, ami csókolózási betegségnek is mondanak, hiszen szinte minden emberben benne van. És ez az Epstein-Barr vírus ágyaz meg szinte minden nagy betegségnek, így a ráknak is a szervezetben. Ha ezt az Epstein-Barrt ki tudjuk üríteni, már pedig ki tudjuk üríteni a szervezetből, akkor egy sor következménytől meg tudunk szabadulni. Nagyon jól tetszenek tudni, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok helyen bevezették a fluort. Van, ahol az ivóvizekbe is beleteszik. Valahol a fogkrémbe, hát egész pontosan szinte minden fogkrémbe beleteszik, és az emberek nap mint nap fluoros fogkrémmel mosnak fogat, és a tobozmirigyük 70-80-100-szoros annyi fluorral van körülvéve, mint a normál állapot. Akinek körül van véve a tobozmirigye fluorral, annak a telepatikus, beleérző képessége szinte teljesen megszűnik. Mindenki szeretne érezni, beleérezni dolgokba, de sajnos, ha valakiben fluor van, ezt nem lehet. A tobozmirigy körül a fluort eltüntetni. Hát egy. Nem használunk fluoros fogkrémet, de ettől még nem tűnik el. Dematerializálni kell a bennünk lévő fölösleges fluort. És hogy hogyan? Erre majd szeretnék rávilágítani. Szintén civilizációs probléma az elektroszmog. Most csak kétnapos előadás sorozatot lehetne az elektroszmogról tartani. Na de hogy lehet ezt megoldani? Hál' Istennek vannak most már olyan találmányok, amit ha ráhelyezünk a telefonunkra, vagy a laptopunkra, akkor az elektroszmogot szinte nullára csökkenti. Nagyon sokan félnek a naptól, a napozástól, nagyon-nagyon téves felfogással. Ugyanis a nap maga az élet. Sokan D-vitamint szednek, hogy ezt pótolják. Ez nem teljesen így működik. Kidolgoztunk egy olyan eljárást, amellyel bármilyen krémet, amiben nincsen vegyi anyag, be tudunk olyan információval impregnálni, amely felkészíti az emberi szervezet a nap befogadására, gyönyörűen le is barnul a bőr, de soha nem ég meg, és nincs káros mellékhatása. Egyébként megvizsgálták, hogy déli népeknél sokkal kevesebb a rákos megbetegedés, mint az északi népeknél, ahol kevesebb a napsütés. A napozás, a nap erőt ad nekünk, és nem csak D-vitamint, hanem még valamilyen különleges erőt, amivel ellenállóbbak leszünk. Ha lehet így fogalmazni, ne tessenek félni a napozástól. Természetesen legyen benne egy fokozatosság, és hogyha segíthettünk önöknek, van egy ilyen Matrix Drops napozó krémünk, amivel ha a kisunokát kiengedik a Balatonpartra reggel 9 órakor és délután 5-kor fog bemenni, akkor sem fog leégni, és gyönyörű barna lesz, és lesz benne D-vitamin. Vitaminok. Egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Szent Györgyi Albertnek az életéről nagyon sok könyvet elolvastam, sőt úgy gondolom, hogy egyetlen olyan tanulmánya nincs, amit ne olvastam volna még el, és Szent Györgyi Albert mondja maga, hogy én nem az aszkorbinsavat fedeztem fel, amit ma C-vitaminként árulnak, hanem én a C-vitamint fedeztem fel, és elmondja, hogy labor körülmények közt is körülbelül 2 napig lehet tárolni, mert elillan a C-vitamin. Gondoljanak bele, fölvágnak egy almát vagy egy narancsot, és elkezd megbarnulni. Mit jelent? Elillant a C-vitamin. Az a gond, nagyon sok olimpikon sportoló ember jár hozzánk mérésekre, és amikor ráteszik a kezüket a Matrix Drops kompjúterre, rögtön kiírja, hogy C-vitamin, E-vitamin, D-vitamin, K-vitamin, információ zavar van. Azt mondják, hát ezt szedem. Na most, aki ezt nem szedi, abban nem mérünk akkora információzavart, mint aki szedi. A nagy probléma az, hogy ezeknél a vitaminoknál egy pólus váltás van. Más pólusú a mesterséges vitamin, mint a természetes vitamin.
És aki mesterséges vitaminokat szed be, elállítódik az a képessége, hogy a természetes anyagból is tudja beépíteni a vitaminokat. Az aminosavakról valószínű mindnyájan tetszenek tudni, hogy ez a szervezet építő téglái, 22 ilyen építő tégla van, ezt hozzuk az őseinktől. Az aminosavainkat is komputerrel meg lehet vizsgálni, hogy melyikben van zavar, és vissza lehet állítani a tökéletes állapotot. Nagyon sok ember panaszkodik arról, hogy szellemek zaklatják. Úgy a pillanatnyi állapotát, mint éjszaka nem tudnak aludni, mellkasokra ülnek, rossz álmokat adnak, emberek fölveszik egy-egy ismerősüknek a tulajdonságát, egyik napról a másikra melléjük szegődik egy-egy szellem, megváltozik a természetük, a család csak nézi őket, hogy mi történt. És nagyon sok olyan ember van, aki képzeleg, hogy vele szellem van. Hogy ebben rendet tudjunk tenni, hogy lássuk, hogy ki az, akin valóban szellem van, vagy a környezetében, és ki az, aki képzelődik, egy nagyon-nagyon hajszálnyi kis mezsgye. Hál' Istennek született egy komputer, ami hajszál pontosan kimutatja, hogy kivel van szellem, kinek van a környezetében szellem, és ki az, aki csak képzelődik. Nagyon sok ember vallja magáról, hogy ő szelleműző. Na most a szelleműzésnél tudni kell azt, hogy tényleg el tudnak szellemeket űzni, de azok visszajönnek. Egész más, amikor szellemeket visszasegítjük a fénybe, és nem jönnek vissza. Nagyon sok ember beszámol arról, hogy rontás van rajta. Tetszenek tudni, amikor ilyen vudubabás történeteket látunk, akkor az ember egy kicsit elmosolyodik, hogy na hát van ilyen. De amikor valakit megrontanak, és attól a pillanattól semmi nem sikerül az életébe, se a vállalkozása, se a kapcsolatai, semmi, akkor bizony az ember nem mosolyog, hanem azt mondja, na most mit csináljak? Hál' Istennek ezeket a rontásokat is kimutatja ma már a Matrix Drops komputer. És a megoldást is kidolgoztuk. Semmi olyat nem mondok önöknek, amitől meg kellene ijedni, vagy félni kellene, mindennek a megoldását is elmondom. Hiszen az az ember, aki félelmet kelt, az nem biztos, hogy a Jóisten szolgálja. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok pénzt, nagyon sok energiát fordítottak a genetikai kutatásokra. Na most önök is tudják, hogy nagyon sok eredmény volt, de nem jött az az eredmény, amit vártak tőle. És a genetikának egy új ága jelent meg, ez az epigenetika, ugyanis azt mondják, hogy a környezet nagyon nagy mértékben befolyásolja a génjeinket. A fekhelyünk, a táplálkozásunk, a gondolkodásunk, a körülöttünk lévő szellemek, rontások, egyebek. És képesek a génjeink is átíródni ezeknek a hatására. De vegyünk egy nagyon egyszerű dolgot, a vírusok hatására, és képesek a vírusok beíródni a génjeinkbe, és tovább hordozzuk őket, mint potyautasok. A Matrix Drops komputernek van egy Tesla tekercse is, amivel térimpregnációt tudunk végezni, körülbelül egy 6 méter átmérőjű körbe ülő emberekre tud ez hatni, és fantasztikus érzés, hogyha valakinek van például egy allergiás megbetegedése, és bekapcsolja az első programot, az allergia programot, 3-4-5 másodpercen belül kidugul az orra. Eltűnik a szemkönnyezése. Vagy ha valaki nagyon stresszes, ideges, bekapcsolja a stressz programot, és néhány pillanat múlva, 5-10-15 másodperc múlva megnyugodott a szervezete. Most ezt ne úgy tessenek elképzelni, mint aki bekap egy tablettát, egy nyugtatót, és úgy lelassul az ember, hanem ugyanolyan érvény marad az ember, csak letisztulnak a vibrációk körülötte. Van, aki nem tud aludni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy az alvásnak is van egy frekvenciája. Ezt, hogyha beimpregnáljuk a térbe, az ember rá tud erre ülni, és tud aludni. Ez is egy nagyon különös, kedves kis program a komputeren. Ezt a bizonyos térimpregnációt semmilyen hangszóróval nem lehet megoldani. Ehhez egy Tesla tekercsre van szükség, amit hát Tesla fantasztikus
kutató annak idején föltalált, csak az emberek nem nagyon értették, nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Mint a relativitás elméletével sem. De ma már oda került az emberiség, hogy érti ezeket a dolgokat. Amikor az ember egy kicsit önmagába fordul, különbséget kell tennünk az elménkbe. Az elménket az öt érzékszer vezérli. És különbséget kell tenni a tudatunkban, amit valami egészen más vezérel. Nem az öt érzékszer. Ha behumom a szemem, bedugom a fülem, ha bebújok egy párna alá, akkor is érzek. Sőt, egyre jobban érzek. De ezek a megérzések nem az érzékszerveken keresztül jönnek, hanem azon túlról jönnek. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy hatodik érzék. Na most, hogyha van érdekes az emberi létezésben, hát az a hatodik érzék. Ez a hatodik érzék téren, időn, mindenen átmegy. Nem kell ahhoz idő, hogyha például New Yorkba a kisfiamnak, ne adj Isten, eltörik a keze, nem kell hozzá 2/10 másodperc, hogy ideérjen az információ, mondjuk mint egy telefonon, azonnal megérzem. Ön is megérzi, ön is megérzi. De hogyan? Hát, ha megengedik, ennek is most egy kicsit utána nézünk. Ugyanis ma már mindezek a dolgok, ezek a felénk áramló információk mérhetők, foghatók, kimutathatók. Most itt nem a gondolatolvasó FMRI készülékre tessenek gondolni, ma már tudományosan rátesznek az emberre egy készüléket, és megmondják, miről ármadik, mire gondol, hiszen megvagy, mely gondolat hová fut az agyba, és vissza lehet olvasni. Itt erről többről van szó. Itt az érzésekről van szó. És nagyon sokat hallottak már egész biztosan önök is arról, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Ez igaz is. Na de az érzésnek százszor akkora teremtő ereje van. Most gondoljanak bele egy dologba, hogy szeretnének egy új autót, gyűjtenek rá, dolgoznak, félreteszik, vagy egy házat gondolnak, elképzelik, tesznek, és előbb-utóbb meg lesz. De ha valaki szerelmes, akkor ott semmi nem számít. Mindenen átmegy az ember. Egy egészen más érzés, amikor én érzelemből vagyok vezérelve, vagy gondolatból vagyok vezérelve. És az érzelmeinken keresztül juthatunk be abba a világba, amit itt már egyre inkább igyekszünk megközelíteni. És nem titok, hogy a gondolatoknak az elme a központja, az érzelmeknek pedig a szív a központja. A gondolatnak, az elmének van egy erőtere, ezt EEG-vel lehet mérni. Most a szív elektromos impulzusait EEG-vel is, és EKG-val is lehet mérni. Tehát ugye az EEG az már egy fokozottabb agyműködés, az EKG az a szívműködés, elektromos impulzusai. De amikor én túllépek ezen, észre lehet venni, hogy nem csak az agyon tudok impulzusokat mérni, hanem az agy körül is, és nem csak a szíven, hanem a szív körül is. És itt jön a döbbenet, hogy a szívmezők több mint százszoros energiával rendelkeznek, mint az agymező. Nagyon különös, hogy az elmúlt évtizedekben szinte mindenki az agyat favorizálta és az agyat próbálta megfejteni. A szívmezőkkel, hát egy-egy kutatón kívül más nem nagyon foglalkozott. Megszületett egy olyan berendezés, amivel meg tudjuk mérni az ember pillanatnyi érzéseit, érzelmeit, kapcsolatait. Édesanyjához, édesapjához, ismerőseihez szövődő kapcsolatát. Meg tudjuk mérni, hogy milyen sorsot jelölnek ki számunkra ezek az érzelmek. Mert a sorsunkon csak akkor tudunk változtatni, ha az érzelmeinken képesek vagyunk változtatni.
Nem mindegy, hogy egy-egy érzelem elbánik velem, vagy hogy én bánok az érzelemmel. Próbáltak már önök az érzelmeikkel bánni? Sikerült? Hát nem nagyon. Mindig ő volt erőben. Miért? Mert nem tanultuk meg, hogy ezt hogyan kell csinálni. Az érzelem egy fantasztikus dolog, csak hogy az érzelemben is van pozitív érzelem, ami szárnyakat ad, és van negatív érzelem. Imádjuk, amikor jön egy pozitív érzelem, és fölrepít bennünket, de amikor gödörbe kerülünk, akkor nem annyira imádjuk az érzelmeket, pedig ugyanarról van szó. De ha tudnánk vele bánni, már pedig megtanulunk vele bánni, megtanuljuk vezérelni, akkor valami különös csodál kapujába értünk el. Létezésünk titkai egész biztos, hogy a szívmezőben és a tudatmezőnkben rejlenek. Született egy berendezés, ami méri a szívet, az elmét, a lelket, a test dolgait, a tudatot, információkat közöl számunkra a DNS-ünkről és a kvantum jelenségeinkről. Mindezt írott formánkba tárja elénk. A MatrixRox komputer megmutatja pillanatnyi problémáinkat, pillanatnyi gondjainkat, családi terheltségeinket, azokat a betegségeket, amelyeket generációkon keresztül hozunk magunkkal. Megmutatja, milyen gomba, vírus, baktérium, élősködő van bennünk. A nehéz fémeket, az oltásokat, az elektroszmog és mágneses tér póluszavarokat. Megmutatja, melyek azok az ásványok, amelyek per pillanat jótékony hatásúak ránk. Az aminosav zavarainkat. A vitamin felszívódási gondjainkat, megmutatja a komputer a pillanatnyi sorsfeladatunkat, a körülöttünk lévő árnyék személyiségeket, szellemeket, rontásokat, geopatikus földsugárzásokat, erényeinket, gyengéinket, eszenciális gondjainkat, téveszméinket. Mindazokat a dolgokat, amelyek eddig rejtve maradtak számunkra. Mindezeket a dolgokat egy mátrix alapján tudja elénk tárni, és minden egyes adatot, amit elénk tár írott formába, 30-40 oldalról megvizsgál, hogy amit kiír, az 1000%-ig biztos legyen. Nem csak a testünket vizsgálja, hanem valamennyi finom testünket, energiánkat, érzelmünket, gondolatunkat, kapcsolatunkat, lelkünket és szellemünket. A Matrixban minden mindennel összefügg. És most lássuk, hogy lehetett ezt a komputert megalkotni. Egy olyan mérnök, aki nem hisz az energiákba, mármint a bioenergiákba, vagy a szellemekben, vagy a lélekben, vagy a telekommunikációba, vagy a teleportációba, az eleve nem tud megcsinálni egy ilyen berendezést, mert hogy egy mérnök leképezzen valamit, ahhoz látnia kell maga előtt, hogy mit akar, honnan, hova akar eljutni. Én 30 éve csak ezekkel a dolgokkal foglalkozom, és oldhatatlan vágy éget bennem, hogy amit több ezer éve úgy mondanak, hogy elmén túli, ezoterikus, megfoghatatlan, lelki, szellemi dolog, legyen már egy berendezés, ami fehéren, feketén megmutatja, hogy igen vagy nem, létezik vagy nem, jó vagy rossz. Talán a technika is most jutott el odáig a szenzorok, mire ezt a berendezést meg lehetett alkotni. Az ötletet nagyon érdekes, hogy a Vatikánban egy freskóról kaptam, ahol a kor tudósai vizsgálnak egy berendezést, ez egy Raffaello freskó, senki nem tudja, hogy működik. Valamikor a templomos lovagok minden gótikus katedrális mélyén laborokat tartottak fönt, ahol életelixíreket állítottak elő, és a Szent útra vezető ispotályokba, gyógyító központokba mindenkit ilyen életelixírekkel gyógyítottak meg.
Megtalálták a berendezéseket, templomos lovakok gyilkosai, megpróbálták szóra bírni, de nem tudtak vele mit kezdeni. A történelemben egy helyen találkozunk még ezzel a bizonyos élet elixírrel, Szent Germainnél, aki szintén a templomosok hagyatékát keltette életre. Ugyanúgy, mint Eötvös Loránt is, a középkor homályából elővette a varázsveszőt. Ezek középkori, hogy mondjam önöknek, csoda eszközök. Megálltam ennél az eszköznél, és igen gondolkodó bejtett, hogy vajon hogy működhet. Hát egy ilyen magamféle mérnök embernek az első dolga, hogy csinál erről egy prototípus. Mivel meglehetősen részletesen megvolt a készülék, elkészítettem ennek a prototípusát, és ezt követően elkészítettük ennek a modern változatát, amely nagyobb teljesítménnyel bír, és eljutottunk addig a pontig, hogy a középkor homályából elővett eszköz alapján el tudtunk készíteni egy olyan berendezést, ami újra működött, és képesek voltunk vele teleportálni információt. Anyagot és energiát át lehet vinni. Információt pedig minden fizikai kapcsolat nélkül meg lehet jelentetni egyik pontból a másik pontba, úgy, hogy ott semmilyen anyagi vagy energetikai kapcsolat nincs. Azon túl van egy kapcsolat. Így született meg ez a bizonyos berendezés, ami teleportációra volt képes, és bizonyára nagyon sokan tetszettek már hallani, olyan féreg lyukaknak hívják ezeket ma a kvantumfizika nyelvén, ahol bemegy egyik végén valami, és valahol a galaxis másik végén meg kijön valami. De ez a dolog csak úgy történhet, hogyha valahol bemegy, az anyag és az energia átalakul információvá, és a másik ponton pedig kijön, és újra energia lesz, majd az álló hullám anyaggá válik. Egy kicsit könnyebbséget jelentett nekem, amikor alig 10 évvel ezelőtt Luc Montagnier, Nobel-díjas kutató, egy francia kutató bemutatta az ő telepátiára képes berendezését. Ő egy nagyfrekvenciás térbe tudott információkat továbbítani, körülbelül 8% volt a hatékonysága. Én körülbelül 30 éve működtetem a kristályokkal történő teleportációs eljárásomat, és 100%-os hatékonysággal. Sikerült megvalósítani azt, hogy anélkül, hogy egy vízcsepphez hozzáérnénk fizikailag, átsugározzunk beléjük információkat, és ezek a vízcseppek megőrzik az információt. Egy német kutató volt a segítségünkre, aki képes lefényképezni azt, hogy mi van a vízcsöppekbe. És innen válik a dolog, úgy gondolom, még érdekesebbé. A világ minden pontjáról küldenek számára vízcseppeket, és egy mikroszkópos eljárással tessenek megnézni. Egy picikét hasonló az EMOTO rendszerhez, aki jégkristályokat vizsgál. Megvannak, hogy hogy néz ki egy-egy vízcseppnek a kristály szerkezete. Itt egy tömör vízcseppet látunk folyamatosan, és bizonyos kristály alakzatok vannak benne. Azt hiszem, ez már úgy önöknek is azt mondják, hogy igen, igen, ilyen hasonlót már láttunk. Na most, ami ettől a pillanattól következik, ez lesz az a dolog, amit még önökön kívül senki nem látott. Tessenek elképzelni, elküldtem egy Matrix dropsot ennek a kutatónak, és kértem, hogy fényképezze le. Ez a 351-es információnk, ha lehet úgy mondani, ez egy idegregeneráló információ, és elküldtem egy cuprum metallicumnak a réznek is az információját. Ha valakiben sok a réz, ezzel az információval tudom a tudatot rábírni arra, hogy a szervezetből dematerializálja a rezet, és megszabaduljunk a nehézfém túlterheléstől.
Na most, szeretném önöket megkérdezni, hogyha rátekintenek egy ilyen képre, mit látnak ezen a képen? Nagyon sokan látták már. Igen, hát a fekete lyukról van szó, ami kint a kozmoszba. Tudjuk, hogy ha a fekete lyuknak a közelébe kerül bármilyen anyag vagy energia, mi történik vele? Elnyeli, még a fényt is elnyeli. Miért nyeli el? Ez nagyon fontos, mert gyorsabb, mint a fény. A fekete lyukban gyorsabb folyamatok zajlanak le, mint a fénysebesség. Egyébként nem tudna elnyelni a fény. Valójában a fekete lyukban mi történik? Bemegy az anyag vagy az energia, mert a fény az például kettős természetű. Hol anyag, hol energia. Bemegy, eltűnik, és mi lesz vele? Hát ahol van fekete lyuk, ott valahol van egy fehér lyuk is, és valahol a világba kijön, mint rezgés, és a rezgés egyszer csak testet ölt, mint anyag. De milyen anyag lesz belőle? A rezgésből milyen anyag lesz? Hát olyan anyag, amilyet megszab az információ. És itt jön be ez a plusz I. Nem csak E egyenlő MC négyzet, hanem milyen anyag lesz abból? Olyan anyag, amit az információ megszab. Tehát a fekete lyukba az egyik végén eltűnik, ez a dematerializáció. Volt egy csillag, egy hold, egy bolygó, benne egy puff, eltűnik. És mi lesz a másik végén? Ebből a rezgésből, ebből az anyagból összeáll újra valami. Micsoda? Amit majd mond az információ. Ez már manifestáció. Mi végzi ezt? A fekete lyuk és a fehér lyuk. A fekete lyuk az elnyelő, a fehér lyuk pedig a teremtésnek a nyitja. Na nézzük csak tovább. Mit tetszenek itt látni? Hát azt mondja az ember, hát ugyanaz, nem? Fekete lyuk. Hát igen, igen, csak ez a felvétel nem a kozmoszba készült, hanem egy viscsökről. A világ első felvétele, a világ első felvétele, ahol látjuk az információs folyamatot. Félre ne értsenek, nem magát az információt, mert azt nem lehet megfogni, a folyamatot. Ez egy viscsöp. Tessenek megnézni, pontosan úgy néz ki, mint kint a galaxisba egy fekete lyuk. Mire képes ez a viscsöp? Hajszál pontosan ugyanarra, mint kint a galaxisba egy fekete lyuk. Képes elnyelni nem kívánatos dolgokat, és a fekete lyuknak a másik vége, a fehér lyuk, képes megteremteni kívánatos dolgokat. És képzeljék el azt az érzést, amikor ezt valaki lefényképezi, és azt mondja, na ilyet még nem látott, ez egy kutatóintézet. Nálunk meg megvannak az eredmények. Növény, állatkísérletek. Emberek ezrei köszönhetik a jólétüket annak, hogy nem kívánatos dolgokat eltüntetnek a szervezetbe, és kívánatos dolgokat létrehoznak. Ez egy Kübler fotó a Matrix Drops-ról. Ez egy sima viscsöp. Ez pedig a cuprum metallicumnak. Itt is tetszenek látni a fekete lyukat, de benne van egy kristály is, ami megmutatja, hogy én mint részt tűnök el. Ez a bizonyos kép ugye ennek a elméleti képe, és ezek azok a bizonyos vizek, amelyek erre képesek. Elme. 5 érzékkel van irányítva. Tudat. Honnan nyeri az információt? A mindenségből. A tudatunk képes a fekete-fehér lyuk effektus megteremtésére, de csak akkor, ha az elménkből hajlandóak vagyunk kilépni az érzelmeink világába, a hetedik érzékünk világába. Ki az, akinek itt most nincs hetedik érzéke? Mindenkinek van. Csak nem használja. És tetszenek tudni, miért nem használja sok ember?
Azért, mert az elméjével van elfoglalva. Éjjel-nappal följed, már akkor is gondolkodik. Itt a legnagyobb tudomány leállítani az elmét. Hogy be tudjunk kapcsolódni ebbe a világba. Tény, hogy létezik egy Matrix Drops készítmény, amivel akkor is be tudunk kapcsolódni ebbe a világba, hogyha az elménk zakatol, mert vezérelni tudom a tudatot kívülről. És eddig elképzelhetetlen dolgokat meg tudok valósítani. Több ezerféle információ létezik, amit ha én néhány csöbbe magamhoz veszek, megérzi a tudatom, hogy mit szeretnék. Mit szeretnék magamból eltüntetni, és mit szeretnék magamba rögzíteni. De félre ne értsenek, ez az egész csak akkor működik, ha jó helyen fekszenek, rendben van a gerincük, odafigyeltek a táplálkozásukra, a protokollra. Mert ezek a nagyon durva dolgokkal, ezeket a finom dolgokat sajnos tönkre lehet tenni. Hát nézzük meg, hogy működik egy örvény. Nagyon érdekes, hogy a fekete lyuk hasonlóan működik energiákba, de ha megnézek egy örvényt egy folyóba, amikor éppen zajlik a jég, hatalmas jégtáblákat képes elnyelni, mindent elnyel. Nézzék meg, ami nem kívánatos, mindent elnyel, és nincs vége. Na most valahogy a kozmoszban ez nem anyagban működik, hanem energiában működik hasonlóképpen. És nagyon érdemes elgondolkodni azon is, hogy egy csiga milyen sebesen tud haladni, vagy egy lajhár, vagy egy teknős, vagy egy gepárd, egy autó, van olyan autó, amely 1600 km per órával szágult, milyen gyorsan képes haladni egy repülőgép, egy űrhajó 40 ezer km per órával, a fénysebesség 300 ezer km per szekundummal halad, de ha ezt órába megnézem, akkor 1 milliárd 80 millió kilométert tesz meg óránként. Akkor a fekete lyuk milyen sebes, hogy még a fényt is elnyeri, mert még gyorsabb. Egész pontosan ezt úgy tessenek elképzelni, hogy ami anyag és energia, annak van sebessége és van idő, egy bizonyos idő kell, hogy A pontból B pontra eljussak. De az információnál már sem tér, sem idő nincs, mert abban a pillanatban ott van a világ másik végén. Nincs kötve ezekhez a jelenségekhez. Ezt tudja a Matrix. Erre képes a Matrix. Ezt tudtuk lefényképezni, ezt a folyamatot, és ezt tudjuk megélni. Nagyon egyszerűen úgy tessenek elképzelni, hogy ha valaki maga elé képzel egy koordinátarendszert, ugye annak van egy hosszanti és egy merőleges tenge, és van a nulla. Úgy gondoljuk, hogy a nullában nincsen semmi. De valójában a nullából indul ki a minden. Kezdetben nem volt anyag meg energia, csak információ volt, és ez úgy döntött, hogy legyen. És megjelent az energia és az anyag, és tágult, és tágult, és tágult. Képzeljék el, hogyha a Földből kivenném a kis energiát, és csak az kis anyagi részecskék maradnának, akkor egy ilyen 8 milliméteres kis pontocskába elférne, mint anyag. A többi az energia. És ha kivenném belőle az anyagban lévő energiát is. Tehát valamikor az egész mindenség egy pontból indult. Ez a szingularitás. Nagyon-nagyon dióhéjba. És ezt persze lehet ábrázolni. Most az a készülék és az a készítmény, ami ezt tudja, a szinguláris. Ezekkel az új fogalmakkal is meg kell, hogy barátkozzunk. Nagyon érdekes, hogy régi nagy művészek már hologramokat festettek. Itt például egy Da Vinci képet látunk Jézus kezébe egy hologrammal. Ma ezt úgy hívjuk, hogy Riemann féle gömb, kvantumfizikai gömb. Egy művész hogy tudta ezt látni 500 vagy 800 évvel ezelőtt? Hát úgy, hogy egy művész belelát ezekbe a világon. De milyen csodálatos, hogy ma már kvantumfizikusok le tudják írni képletekkel ezt a hologram virágot. Amikor belenézünk önmagunkba, önmagunk azonosságát keresve, önmagunk tárulunk föl önmagunk előtt.
Nagyon sokan foglalkoznak homeopátiával, én is nagy szerelmese voltam. 30 évvel ezelőtt talán Magyarországon egyedül én állítottam elő homeopátiát. Nem titok, akkor még tiltott tevékenységnek számított. Nagyon érdekes, arra hivatkoztak, hogy a szovjetek nem engedik meg, hogy homeopátiát fogyasszanak az emberek, mert ez az arisztokráciának egy terméke. Ebbe csak egyetlen dolog volt érdekes, hogy Szovjetunióban engedélyezett volt a homeopátia. Ausztriában engedélyezett volt. Franciaországban engedélyezett volt. Magyarországon tetszenek tudni, miért tiltották le? Mert itt voltak a legnagyobb lángelmék, akik ezt értették. Amikor egész Európa több mint fele meghalt Pestisben, senki nem tudta megállítani. Vagyis egy valaki, igen. Almási Balogh Pál. Az Arzenikum album információjával, rezgésével. Aki bevette előre, nem betegedett meg. Aki beteg volt, több mint 80%-uk életben maradt. Aztán vége lett a betegségnek. A homeopátiánál mérhetően megnő az ember aurája, ha jól megválasztott homeopátiát veszünk be, ha rosszat, nem történik semmi. Most ugyanezt megvizsgáltuk mátrixoknál. Mi van, hogyha beveszünk egy mátrixot? A homeopátiánál tudni kell, hogy rezgések, potenciált rezgések. Ismerjük az eljárást, higítások rezgésekkel. A mátrixoknál nincs ilyen eljárás. Drága kövekkel viszünk át, teleportálunk információt. A mátrix bevételénél mind a 7 aura buroknak a növekedését tapasztaljuk, és mi van akkor, ha valaki egy olyan mátrixot vesz be, ami nem az ő információját hordozza? Hát nagyon érdekes dolog, akkor is megnövekszik az aurája. Ugyanis a teleportációval kezelt víznek rendezettsége van. És ha én néhány rendezett cseppet magamhoz veszek, már egy nagyon komoly aura növekedést látható. Ha viszont tökéletes információkat megkapja a 7 testem, akkor mind a 7 testben látjuk ezt a változást. Azért tartottam fontosnak, hogy lássuk a homeopátiával való összehasonlítást, mert egy homeopatikus tudás nagyon jó ahhoz, hogy a rezgésekből át tudjunk menni az információk világába. Valójában a homeopátiai ismeret az egy kapu a következő kapuhoz. A komputer 7 évvel ezelőtt készült el, valamennyi világkiállításon első helyezést hozta el egyébként. Párizsban, Londonban, Los Angelesben, New Yorkban, Moszkvában. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kezelőbarát legyen. Ha ráteszi az ember a kezét, 30 másodperc alatt 80 millió értéket hív le az emberről, és kijelöli azt az információt, amivel a problémák helyrehozhatók. Hogyan? Hát a fekete lyuk és fehér lyuk elmélet alapján működő mátrixos információkkal. Nagyon sokszor van úgy, hogy egy-egy idősebb orvos, pszichológus, tanár megkeres bennünket, és mondja, hogy neki az a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon ért a komputerekhez. És ezért úgy csináltuk meg ezt a berendezést, hogy be kell kapcsolni, rátenni a kezünket, és egy-két gombocska van, és ha ahhoz hozzáérünk, mindent megtudunk magunkról. Tehát végtelen kezelő barát lett ez a berendezés. A bennünk lévő lény ugyanaz, amely a kozmosz minden atomját átjárja. Ha én ebből a pulpitusból kiveszek egy elektront, és kicserélem azzal az elektronnal, ami bennem van, semmi nem fog változni, mert ugyanaz. A különbség abban van, hogy ez a pulpitus milyen információt hordoz, és hogy én milyen információt hordozom. De az alkotó részünk ugyanaz, és a teremtő ugyanúgy benne van mindenbe és mindenkibe. Ha lehet úgy mondani, a teremtő szuperpozícióban van. Egyszerre ott van mindenhol. És most a Holdon ugyanúgy van, mint a Siriuson, vagy a legtávolabbi galaxisban, hiszen
honnan jöttek ezek a bolygók, ezek a galaxisok? Ugyanabból az egy pontból, emlékszünk még a szingularitás? Egy pontból indult ki minden. És mi is részesei vagyunk. Össze vagyunk kötve, ha akarjuk, ha nem. Nem kell hozzá idő, hogy érezzük, hogy a másik végén mi van. Mert ezek az érzelmek tér és idő nélküliek. Szingulárisak. A komputer képes arra is, hogyha van egy szerettem, mondjuk Sydney-be él, szeretném megmérni, hogy hogy van, ráteszem a kezem a komputerre, rágondolok a Sydney-be élő kisfiamra vagy édesanyámra, telepatikusan abban a pillanatban össze vagyok vele kötve, ha akarom, ha nem, hiszen egyek vagyunk. Rajta tartom a komputeren a kezem fél percig, és mindent megtudok a hozzám tartozomról. De hogyha ő most éppen a hold körül egy űrhajóban van, akkor is megtudok róla mindent. És lehet, hogy ez egy kicsikét soknak fog tűnni önöknek, de számtalan olyan embernek megmértük a hozzátartozóját, aki meghalt. Rágondolt a hozzátartozójára, és a komputer kiírt róla mindent, ami a halála pillanatokor lévő lelki állapotában volt. És mivel minden betegség pszichoszomatikus, így arra is gyönyörűen rámutat a komputer, hogy bizonyos lelki tulajdonságok nagy valószínűséggel milyen testi tüneteket okoztak az illetőnél. Hiszen aki meghalt, annak csak a teste nincs itt, de a lelke és a szelleme itt van körülöttünk. A komputerrel ugyanúgy rá tudok csatlakozni, mint egy élő személyre. Ne tessenek elfelejteni. A halál az a születés ellentétje. Tehát születünk és meghalunk. De a halál az nem az élet ellentéte. Mert élünk, éltünk és élni fogunk. Ezek a kapcsolatok szívmezőn keresztül történnek. Szívmezőn keresztül telepatikusan, és a fekete és fehér lyuk által történnek. Folyamatosan össze vagyunk kötve, tér és idő nélkül is. Az, hogy milyen lelki tulajdonságok hiányoznak belőlünk, és mik vannak erőben, az pedig egy mintaazonossággal tudjuk feltárni az emberekben. Úgyis elképzelhető az ember, mint egy folyadékkristály szerkezet. A teremtés minden anyaga itt van bennünk. Kálcium, nátrium, magnézium, foszfor, nikkel, kobalt. És ez egy folyadékba úszkál, és testet ölt, egy állóhullám vagyunk. Ha valamiből sok van bennünk, egész biztos, hogy bizonyos lelki tulajdonságunk túl fog csordulni. Ha valamilyen elemből kevés van bennünk, bizonyos lelki tulajdonságunkban meg fog mutatkozni. És akkor valaki leül egy komputer elé, és látja, hogy mi az erénye és mi a gyengéje, ezekből az analógiákból tudjuk megmutatni. Tehát itt nem véletlen dolgokról van, hanem egy tökéletes mátrixról van szó. És valószínűségekről. Itt a hidrogén atomnak látjuk a valószínűségét. Számtalan valószínűség van. Most önök itt ülnek, én itt állok. Itt megkérdezhetné az ember, hogy hány variáció van, hogy egy másodperc múlva történjen. És akkor valaki azt áll, hogy hát valószínű, ugyanúgy itt András itt fog állni, én ott fogok ülni. De hát valaki azt mondja, van kettő, van például, én fölállok. Hát az már két variáció. Van egy harmadik ember, azt mondja, fölugrok. Van egy negyedik ember, azt mondja, kiszaladok. Van egy ötödik ember, bekiabálok valamit. Ha belegondolunk, hogy itt mi történik egy másodperc múlva, több millió variáció van. Na ez a valószínűségek fizikája. És kérdés, hogy én ezzel a lehetőséggel, hogy én most bármit csinálhatok egy másodperc múlva, hogy élek? Egyébként az egész életünk erről szól, számtalan lehetőség van előttünk minden másodpercben. Csak vajon tudatában vagyok ennek? Mert ha igen,
képes vagyok változtatni. Ha nem, beállok egy valószínűségre, és 50 évig megyek abba az egy valószínűségbe. De hát a lehetőségünk adott. A komputer egy nagyon komoly részletes tájékoztatást ad mindenkinek a pillanatnyi problémáiról, a benne lévő nehéz fémekről, vitamininformáció zavarokról, szellemekről, lelki állapotáról, sorsfeladatáról. És hogyha valaki még részletesebben bele akar látni, akkor a háttér memóriába egy jóval részletesebb történetet is megmutat nekünk a komputer. Hogy hogyan tud finomságokat, érzelmi finomságokat megmutatni a komputer? Egy példával hagy éljek önöknek, gondoljanak a szénre, ami egy egyszerű vegyület, de ennek a szénnek számtalan megjelenése van. Ő lehet grafit, ő lehet akár gyémánt is, és ugyanarról a szénről beszélünk. Miből, hogyan tud egy szénből gyémánt lenni? Hát úgy, hogyha mélyre kerül, ha nagy nyomást kap, ha nagy hőmérsékletet, ha megpróbálják, szint olyan, mint amikor az acélt megedzik. Mi hogy tudunk fejlődni lélekben, szellemben? Hát minél több nehézség ér bennünket, és megoldjuk, és fölállunk, és újra megoldjuk, és újra fölállunk. Attól függetlenül, hogy itt most millió dologról beszéltünk, engedjék meg, hogy egy olyan konkrét dologot is megmutassak, ami nagyon sok embert izgat a mai világba, hogy hogyan lehetne egy kicsikét fiatalítani magunkon. Összeállítottunk egy információt, a 355-ös Matrix Dropsot. Ezt úgy tessenek elképzelni, hogy ez egy komplex dolog. 8-10-12 információt összeraktunk, amivel a szervezetet arra tudjuk késztetni, hogy fiatalodjanak a sejtjeink, hogy több hialuront építsenek be, és egyebek. Van egy berendezés, ami méri a pillanatnyi biológiai életkorunkat, itt tetszenek látni, beírjuk a komputerbe, hogy ki mikor született, és ilyen 1-2 év pontossággal kiírja a komputer, hogy hát igen, ennek a életkornak körülbelül megfelelő az életkora. Ha egy daganatos beteg jön el hozzánk, lehet látni, hogy a biológiai életkora a adataihoz képest, hát bizony van úgy 5-6-8 évvel is idősebbnek látszik, mert beteg. Van egy 3 hónapos kúránk, amikor megvan, hogy mi tehetünk és mit nem ehetünk. Most ez nagyon érdekes, például nem ehetünk hagymát, fokhagymát, almát, csupa egészséges étel, igen ám csak szeretik a gombák is. Most, hogyha nem adunk a gombáknak enni, akkor azok a gombák eltűnnek. Ha nem adunk a vírusoknak meg a baktériumoknak enni, a baktériumok eltűnnek, a vírusok visszavonulnak. Eltelik 3 hónap, és ha ilyenkor valaki bemegy egy vérvizsgálatra, egy komplex kivizsgálásra, akkor elkezdenek sugdosni a kórházba, hogy itt egy UFO. Tökéletes a vérképe, és ha lefényképezi előtte magát, a kúra előtt és a kúra után, fényképen legalább 10 évvel fiatalabbnak néz ki, de a komputer pontosan megmutatja, 10-14-15 év sejtfiatalodást lehet elérni. És utána el lehet gondolkodni azon, hogy folytatom ezt az életmódot, ezt a táplálkozást, hogy fiatalos maradjak. És én úgy gondolom, mindaz, amit itt tetszettek hallani, ehhez kell egy kor. Kell egy kor, az embert annyian becsapták, annyian megvezették, és én úgy gondolom, amikor egy ember elér egy bizonyos kort, ott már óvatos. És valójában az érdekli, hogy mi az igaz, és mi a hamis. És milyen csoda, hogy ezt egy berendezéssel meg tudjuk nézni. Tüzönjárás. Hortobágyon minden évben rendezünk egy tüzönjárást. Mátyás király után, ha lehet úgymond elsők voltunk, akik Hortobágyon hatalmas mágiákat raktunk, és utána több ezer ember átjött ezeken a tüzeken. Önök közül is biztos nagyon sokan jártak már tüzönjáráson. Csak tetszeknek tudni, amikor ez a tüzönjárás egy szertartás, és a környezetben megjelennek a szellemek, a fénygömbökbe utazó mentál szellemek, fantasztikus érzés jelen lenni egy ilyen helyen. Nem csak úgy átmenni a tűzön, hanem
megérezni ennek a varázsát. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm a tapsot, a figyelmüket. Isten áldásával. Köszönöm. Köszönöm szépen.